Tisztelettel köszöntöm harmadszor is a Frankó TV nézőit. A naszvadi sportcsarnok már majdnem kiürült. Egy csalódott hazai játékos nagy csilla áll mellettem, de szerintem nincs ok a csalódásra, mert bár ugye kikaptatok a jobb csapattól szerintem, de tehát fantasztikusan védtél, bravúrokra halmoztál. Számítottál erre, hogy az egész második félidőt védeni fogod? Nem, egyáltalán nem amúgy, mert hát ugye a első számú kapusnak is nagyon jól ment a védés, de hát aztán második fél időre valahogy így sikeredett. Ugye te az SKP játékosa vagy, vendégjátékon vagy itt, és sőt, hát ha jól tudom, Győrben is szerepeltél utánpótlás korodban, erre ezekre az évekre, hogy emlékszel vissza? Hát, nagyon hosszú 3 év volt, úgymond. De teljesen más szerintem a színvonal itt, mint Magyarországon, vagyis hát Győrben is teljesen más kézilabda van, mint itt Szlovákián. Ugye hát persze a magyar csapat ugye kicsit előbbre tart, de hát most itt a naszvad aranyos meccsről van szó. Ott úgy tűnt, ugye én azt mondtam a közvetítésben, hogy az elején alig akadt gól, tehát alig szerezt, egyik csapat sem szerzett sok gólt, és azt mondtam, hogy X után az a csapat fog nyerni, aki több átlövést vízbe az ellenfél kapujába, és így is volt az aranyosi átlövések ellen. Talán te próbáltál valamit tenni, de hát ez is kevés volt, mert Zahar Karim mellé nem zárkózott fel senki. Az átlövések döntöttek szerinted is? Hát szerintem igazából az döntött, hogy melyik csapat jobban akart. Inkább akarat volt, mert első fél időben úgymond majdnem X volt, és akkor is szerintem a aranyosi csapat jobban akart az első fél időben, mint nyerni. És hát szerintem ez döntött meg, hát nem használtuk ki a helyzeteinket se. Hát ott 8 gólnál már úgy tűnt, hogy a meccs hajrája csak formalitás lesz, aztán Zahar Karin vezérletével ugye megtáltosodtatok, és ott volt egy olyan periódus, amikor Karin ugye kapott egyet az arcára, és lesérült, és hát ott pillanatok alatt ugye 4 gólról 7 lett a hátrány. Karin ennyire fontos a csapatban? Hát szerintem ő a csapat húzó embere, úgymond, úgyhogy szerintem nagyon nagy szerepet játszott az, hogy lesérült, de próbálták így is megoldani, csak hát így sikeredett. Igen, hát ugye 7. vereséget könyvelhetétek el, és neked a pozíciód most milyen? Egyforma a két kapus posztja, vagy te második számú vagy, ugye sérülésed is volt, hát elgondolom, hogy szeretnél többet védeni, ilyen bravúrokat bemutatni. Persze szeretnék, de hát ez a sérülés nem múlt el amúgy, úgymond, mert ugye tavaly előtt diagnosztikálták ezt nekem, és hát próbálok hozzátenni, amit tudok. De gondolom, hogy Rajko Annával remek a viszonyotok, tehát... Persze, nagyon, nagyon jóban vagyunk. Úgymond, hogy alig 2 hónapja vagyok a csapat, ebben a csapatban vendégjátékosként, és szerintem nagyon jól sikerült beilleszkedni is, nagyon jó. Hát Csillának azt kívánom, hogy egészséges legyen, és többet védjen, és több bravúrt mutasson be. Nagy Csillát hallották, a naszvadiak egyik legjobbját ma. Köszönöm szépen, és hát kellemes ünnepeket. Köszönöm.